A kisvejkeiek régi falubusza indul el új állomás helye a felvidéki Tardoskert felé. A Magyar Falu Program pályázati feltételei között szerepelt, hogy aki új gépjárművet kíván beszerezni, a régit fel kell ajánlani egy határon túli magyar közösségnek. Így került ez az autó Bonyhád testvérvárosához. Szerintem egy nagyon jó ötlet volt a kormánytól, hiszen ezáltal is tudjuk a határon túli településeket segíteni, azokat a magyar lakta településeket, ahol nincsen ilyen lehetőség. Úgyhogy én örülök annak, hogy erre a buszátadásra mai nap sor kerületet, és bízom benne, hogy a tardoskerdiek, akikkel már hivatalosan ugyan 23 éve tartjuk a testvértelepülési kapcsolatot, de az emberi családi kapcsolatok révén gyakorlatilag sosem szakadtak meg, ők nagyon sokáig jó egészséggel fogják tudni használni. A völgység több települése is hasonlóan járt el. Tóth Marián, a felvidéki város polgármestere elmondta, náluk jelentős civil élet zajlik a településen, így számukra nagyon fontos ez a lehetőség. A település számára ez nagyon nagy segítség lesz, hiszen újfent tudunk majd a közösségnek abban segíteni, hogy akár a nyugdíjas klubnak, akár a sportolóknak, akár az énekcsoportjainknak és polgári társulásainknak így módon tudunk segíteni, hogy az utazásukat biztosítjuk, akár a testvértelepülésekre, akár más rendezvényekre. Farkas Jókai Noémi kisvejke polgármestere azt mondta, számukra nagy öröm, hogy a nemzeti összetartozás különösen szép momentumával indíthatták el a 2021-es évet.